Megnyílt a környezet és természetvédő társadalmi szervezetek 23. országos találkozója. A pénteki plenáris ülésen megvitatták a hazai pártok környezetvédelmi jövőképét és a környezeti nevelés szerepét az oktatásban. Dr. Gémesi György polgármester megnyitó beszédében kiemelte, hogy sokan munkahelyteremtési kényszerre hivatkozva tűrnek meg környezetszennyező beruházásokat, de ez helytelen. Az értékvédelem, a környezetvédelem és az ezzel kapcsolatos témakörök, azok nincsenek ellentétben egy település fejlődésével és fejlesztésével. Nincs ellentétben a városfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, az értékkörzés, értékvédelem kérdése is. Gödöllőn ezt stratégiai kérdésként kezelve elmondhatom, hogy ma is 54% zöld felület van a város területén. Ez egy négyzetméterrel nem kevesebb, mint 1990-ben volt. Ezzel nyilván elárultam önöknek azt, hogy minden olyan városfejlesztési beavatkozás, minden olyan jellegű gazdaságfejlesztési döntés, ami megvalósult itt az elmúlt időszakban, az annak a szemüvegén keresztül, annak a szűrőjén keresztül került az asztalra, hogy milyen értékeket kell megvédenünk, és védünk meg, és kell hosszú távon fenntartani. Az eseményen részt vett dr. Szili Katalin és Schiffer András országgyűlési képviselő is. A szekcióüléseken az atomenergiától az elővárosi közlekedésig számos témát megvitatnak a résztvevők, és megismerhetik a következő Európai Uniós költségvetési ciklus terveit. A vasárnapig tartó program a közös állásfoglalások elfogadásával zárul.